De ha önöknek ez az adózókról alkotott véleménye, ez az adminisztráció egyszerűsítés, amit az Orbán kormány magára vállalt, akkor azt mondom, hogy tegyék. Én itt szándékosan nem mondom el, hogy még N számú kiskapu van. Csak végig kéne nézni az APEC-nak az ÁFA-val kapcsolatos állásfoglalásait, és ha ezt így megtették, akkor azokat mind-mind egyesével be kéne emelni ebbe a rendszerbe. De ezt nem lehet. Szóval ezt a visszanyúlást semmi körülmények között nem lehet megtenni. Hihetetlen nagy jogbizonytalanságot okoz. Szóval azt, hogy a gyártó értékesített valakinek, és az értékesítő magatartásának függvényébe a gyártóra visszaháramlik egyfajta adófizetési kötelezettség, ráadásul még késedelmi pótlékkal is, hát ezt nem lehet. Szóval ezt jogállamban nem lehet megtenni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszóló nem jelentkezett, a részletes vita ezt szakaszát lezárni. Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 14-től 28-ig terjedő pontjaira. Megadom a szót Göndör István, MSZP-s képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim. Ez a két indítvány, amit Gara István és Kovács Tibor, Simon Gábor, Kispéter képviselőtársaim jegyeznek, valójában csak arról szól, amiről tegnap a vitában is beszéltünk, és szerettünk volna garanciát kapni arra, hogy az az adó, ami valójában itt népegészségügyi termékadó címén bekerül a magyar adórendszerbe, és meg kell majd fizetni ezt a magyar embereknek, akkor igenis vállaljon a kormány garanciát arra, hogy ezt a pénzt népegészségügyi célokra, vagy az egészségügyi alapba teszi át egyáltalán, és teszi lehetővé azt, hogy olyan célokat szolgáljon, amely az egészséges életvitelhez tartozik. Azzal, hogy itt még egy harmadot sem kapott, és sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogatta, ez megint csak az, amit az előbbinél mondtam, kézzelfogható bizonyíték, hogy semmi más nem akarnak, mint pénzt behajtani egy most újonnan kiválasztott vállalkozói körön, és a cél, ami a vitában elhangzott, az is csak egy álca, csak megpróbálták letolni a torkunkon, hogy ez a dolog valójában arról szól, hogy ezt a pénzt egészségügyi célokra akarják használni. Mondhatom itt a 21-22-es ajánlási pontot, szintén ebbe a vitaszakaszba tartozik. Ez ugyanannak a két pontnak, amiről beszéltem, a 17-es, 18-asnak a következménye, ezek sem kaptak semmi nemű támogatást. Tehát itt, ezeken az éjszakai órákon mindenki által, mindenki elől eldugva egy új adót vezettek be, új adót, ami az emberek nagyon széles körét, azon belül is azokat, akik egyébként is nehéz körülmények között élnek. Én kérem még egyszer az államtitkár urat, gondolják végig, nem hiszem, hogy jó ez a makacság, miután elmondtuk az általános vitában, hogy a céllal egyetértünk, vonják vissza ezt a javaslatot, adjunk magunknak időt, hogy csináljunk egy jó törvényt, és 2012. január 1-től kelljen befizetni. Ez a mostani vita viszont legyen egy üzenet a gyártók felé, hogy figyelem, itt lépés lesz, szankció lesz, tessék termék struktúrát, technológiát változtatni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. 2 percre megadom a szót Horváth Zsolt, fideszes képviselő úrnak. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, tegnapi nap is megvitattuk, de kénytelen vagyok a módosító javaslat kapcsán elmondani, hogy alapvető célja ennek a törvényjavaslatnak és ennek a típusú adóztatásnak sokkal inkább a termékdíjhoz közelít, ahhoz hasonló, amelyben azt szeretnénk elérni, hogy azok a termékek, amelynek só és cukortartalma a veszélyt okozhat túlzott fogyasztás, vagy nagyobb mennyiségű fogyasztás esetén az emberi szervezetre, azt visszaszorítsuk. Tehát ez az elsődleges cél, a másodlagos cél a bevétel, ami keletkezik, annak a felhasználása. Én, mint az egészségügyben dolgozó képviselő, bírom az államtitkár úr, illetve a kormányzatban dolgozók ígéretét a tekintetben, hogy ez az egészségügyi ágazatban fog hasznosulni.
önök sem tettek meg. Nem mosolyogjon, képviselő úr, mert az önök idejében sem volt hajlandó a kormányzat ilyen módosító javaslatok befogadására, és nem volt hajlandó megkötni a kezét. Azt hiszem, az elmúlt rendszerváltozás óta, elmúlt 20 évben ilyet nem láttunk még, ha csak nem a kormányzat maga eleve így döntött. Tehát képviselő úr, én azt gondolom, hogy a befogadása nélkül is számomra elég garancia ezeknek az embereknek a szava, hogy ez hasznosulni fog, és az egészségügyben fog hasznosulni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. 2 percre sokon kívül megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt Göndör képviselő úr. Szeretnék a törvénytervezet szeretném felolvasni első néhány mondatát. Ez pedig így szól: az országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása érdekében a népegészségügyi termékadó fizetésének a kötelezettségéről a következő törvényt alkotja. Az én értelmezésemben ez világosan megmondja, hogy miért vezeti be ezt az adónemet a kormány, és mire kívánja fordítani. Azon túl, hogy a vitában többször elmondtuk, képviselőtársam és én magam is, hogy a célunk az, amit a törvény megfogalmaz, és erre fogjuk fordítani a pénzt, az, ami ebből a termékadóból bejön. Ezen kívül ezt világosan, értelmezésem szerint megfogalmazza maga a törvény az első bevezető mondataiban. Ennél többet talán nem is lehet elvárni egy törvénytől, mint hogy világosan megmondja, hogy milyen célok finanszírozására fogja fordítani, és miért, hogyan, milyen módon veti ki ezt a fajta adónemet. Tehát maga a törvény, azt gondolom, amit képviselő úr számon kért, a törvény bevezető szövege tartalmazza azt, hogy mire fogjuk fordítani ezt a pénzt. Azt hiszem, hogy ennél több garanciát nem nagyon lehet adni, maga a törvény rendelkezik erről. Ami a visszavonást illeti, és a további egyeztetéseket illeti, azt hiszem, az általános vitában is jeleztük többen, én magam is jeleztem, hogy ezt egy első lépésnek gondoljuk, és folynak azok a vizsgálatok, amik előkészítik az egyéb termékkörök ilyen típusú vizsgálatát. Üdítőitalok, energiaitalok, előre csomagolt cukrozott készítmények, sósznekek és levesporok ételizetési idők vannak most ebben a körben. De ugyanígy az édesítőszerek, a transzsírok, szeretném még egyszer megismételni, a szintetikumok és a mesterséges adalékanyagok vizsgálata folyamatban van, és az egész élelmiszer könyvnek a fölülvizsgálata, és ilyen szempontú áttekintése zajlik. Ebben a folyamatban örömmel veszünk minden javaslatot, és ez egy folyamatnak az első lépése lesz, amelyben ebben az irányban szeretnénk tovább menni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! 2 percre megadom a szót Göndör István képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, államtitkár úr, képviselőtársaim. Szóval nézzék el nekem, hogy bizalmatlan vagyok. És nagyon kínos, mert tényleg általános vitába mennék vissza, ezért csak engedjenek meg 3 ilyen tőmondatot. Ugye emlékeznek rá, hogy itt a ház falai között hangzott el, hogy megvédik a nyugdíjakat. Nem kell megmagyaráznom, hogy hol tartunk most. A folyosói pletykák már arról szólnak, hogy hogy fogják megállapítani az új nyugdíjakat, és még milyen változások lesznek. És mi történt a magánnyugdíj pénztári befizetésekkel. Aztán mondom a következőt. A személyi jövedelemadó. Senki nem fog rosszabbul járni. Több százezer ember. Ma már a költségvetésben itt a módosítás kimutatható, hogy mekkora összeget. Átlagosan havi 5200 forintot fizet ki a költségvetés jövedelemként, nem keresett, nem beépül, hanem csak egyéb jövedelemként, hogy korrigálja az adótörvény hibáját. Tehát ezek után azt hiszem, hogy teljesen természetes, ha az, amit államtitkár úr elmondott, és a preambulumban benne van, akkor teljesen természetes lenne, hogy önök támogatják az általam hivatkozott módosító indítványt, mert akkor ez ékes bizonyítéka annak, hogy ez a bevétel lesz, amennyi lesz, de ez bekerül az egészségbiztosítási alapba, és nem pedig
előrevetítjük. Hát én magam, aki költségvetéssel tényleg nagyon sokat foglalkoztam, azt mondom államtitkár úr, hogy ebből egy lesz. Esetleg majd az árszámadásnál valahol 3 vagy 4 mondat, hogy itt van, meg ott van, meg amott van. És ember nincs, aki ezt ellenőrizni vagy kontrollálni tudja. Tehát valójában rászednek minket, és rászedik a választókat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sokon kívül 2 percben Ángyán József államtitkár úr. Azt tudom javasolni, tisztelt képviselő úr, kérjék számon rajtunk a törvény betűjét, úgy, ahogy itt ez a preambulumban szerepel, és én vállalom, és az államtitkártársak, minisztertársak is vállalják azt, hogy e tekintetben be fogunk számolni a parlamentnek. Kérjék számon rajtunk, hogy az az összeg, amit ilyen jogcímen szedtünk be, az valóban ezekre a célokra került-e fordításra. Ezt szeretném ajánlani. A nyugdíjak megvédése ügyét, azt talán ezt a fejezetet ne nyissuk meg újra, mert ugye különféleképpen értékeljük ezt. A tőzsdei játék az nem jelent nyugdíjvédelmet, én azt gondolom. Tehát akik a magánnyugdíjpénztárakba tették a megtakarításaikat, vagy a nyugdíjbefizetéseiket, kérem szépen, azok bizony egyfajta szerencsejáték részeseivé váltak, úgyhogy ők erről nem is tudtak. Tehát egy szabadon választott kötelező nyugdíjpénztári befizetésről volt szó, szó nem volt ott a nyugdíjak védelméről, úgyhogy ezt a részét talán nem szeretném megnyitni, mert ma nem erről beszélünk, de ha már képviselő szóba hozta, azért talán 2 mondatba erre is érdemes reagálni. Még egyszer azt javasolnám, kérjék rajtunk számon, a kormányon kérjék számon ennek a törvénynek a preambulumában megfogalmazott céljait és ígéreteit. Köszönöm szépen. Köszönöm államtitkár úr. Gyenes Géza, jobbikos képviselő úr felszólalása következik 6 perces időkeretben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért rövidebb leszek, mint 6 perc. Nekem, mint orvosnak, aki az egészségügyben igaz, most már csak dolgozott, tehát múlt időt tudok használni, roppant fontos lett volna valóban ennek a bevételnek, adóbevételnek a egészségügyre való fordítása, hiszen a megelőzés, az egészségügyi megelőzés, illetve a gyógyítás is elég nagy pénzügyi hiányt szenved, illetve kevés a pénz rá. Kénytelen vagyunk valóban beírni azokkal az ígéretekkel, mely szerint ezt az összeget megpróbálják az egészségügy számára elérhetővé tenni, illetve hát remélhetőleg a 2011-12-es évre megállapított egészségügyi költségvetéshez pluszként valami jöhet hozzá. Bíznunk kell a kormányzatban, nem tudom én sem más tenni az ügyben. Az persze, hogy ez az egész adóbevétel, ez mennyire őszintén népegészségügyi célt szolgál, megértem ugyan a logikáját, de én abban nem hiszek, hogy a fogyasztási szokásokat majd a piacra bízzuk. Ez egy elég lassú folyamat szerintem, amíg ebből lesz valami, és tegnap is inkább azt annak adtam hangot, hogy én a valóban egészséges élelmiszereket előállító, gyártó és forgalmazó cégeket inkább pontosan némi bizonyos adókedvezményekkel ösztönözném arra, hogy elkezdjék ezt, mert rettentő fontos lenne, hogy azok a gyártók, forgalmazók és élelmiszer előállítók valóban olyan ételféléket és táplálékot tegyenek az emberek asztalára, ami egészséges. Mert higgyük el, az emberek ahhoz szoknak, azt eszik, amit az asztalukra tesznek. És hogyha azt akarjuk elérni, és a népegészségügyi szempont lenne a vezető, és nem csak az, hogy most legyen egy plusz adóbevétel, mert képviselő kollégám ezzel a gyanúperrel ért bizonyos fokig, hogy itt csak csupán az adóbevétel a fontos, nem is annyira a népegészségügyi szempont. Én orvosként bízom benne, hogy igenis fontos ez a szempont, csak akkor nem biztos, hogy ezt az eszközt kell választani, mert amíg az élelmiszergyártók ilyen fajta eszközök hatására gyakorlatilag átállnak az egészséges, feltehetőleg egészséges élelmiszerek gyártására, ez túl hosszú idő. Itt egy olyan népegészségügyi program kell,
a kormány részéről, és ez kapja a prioritást, aminek kapcsán igenis elindul az a folyamat, aminek a végeredménye az lesz, hogy Magyarországon az ipart, a feldolgozóipart, a mezőgazdaságot, és elsősorban a hazai ipart, hazai mezőgazdaságot ösztönözzük arra, hogy itt az országba állítsák elő jó minőségbe azt az élelmiszert, vagy azt az élelmiszer alapanyagot, ami valóban szolgálhatja az egészséges táplálkozást, és ezáltal valóban egyetértek, nagyon sok népegészségi problémának lehetne elejét venni. És hogyha ez a fajta módon beindul az élelmiszeripar, az én azt hiszem, hogy még az adókedvezmény ellenére is több adót fog termelni, több munkahelyet fog létesíteni, termelést fog fokozni, adóbevételt fog növelni, ezt azt hiszem mondtam volt. De hát nem ez lesz a legfőbb, hanem az, hogy végre elindul az a folyamat, amit Magyarországon ugyan beszélünk már évtizedek óta az egészségmegőrzés, megelőzés programjáról, de érdemben igazából soha nem indult el, olyan méretben legalábbis, amitől várható. Pedig ezeket a programokat, ezeket a népegészségi programokat más országok is bebizonyították, lehet eredményesen csinálni, és valóban lehet olyan eredményt elérni, aminek következtében bizonyos népbetegségek miatt van, gyakorlatilag mondhatjuk, és bizonyos betegségbe halálokok statisztikákban bizony Európa sereghajtóinak számítunk. Nekem orvosnak végterés az a sikeres politika, akár adópolitika is, ami azt eredményezi, hogy Magyarországon ezek a gyalázatos állapotok, egészségügyi és betegségi statisztikák, ezek tényleg beavulnak. Hát mi a fene lehet egy országnak gyakorlatilag a dolga, egy kormánynak, egy tisztességesen dolgozó kormánynak a feladata, mint hogy a saját állampolgárait a lehető legjobb egzisztenciális és lehető legjobb egészségi állapotba tartsa. És ezért a megelőzésnek nagyon nagy szerepe van, és ennek a programnak is, ami mondom, egy jó kezdetnek indult, vagy indul, de én úgy érzem, hogy más taktikával és más eszközökkel, előbb elmondottakkal kellene nekilátni ahhoz, hogy itt végül is népegészségügyi szempontok szerint valóban megvalósuljon, amit szeretnénk valamennyien, főképp a parlament orvosképviselői. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. 2 percre Horváth Zsolt képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselő úr, nagyon sok mindenben egyetértek önnel. Körülbelül 6 órával ezelőtt hagytuk abba az általános vitát, még ma, nem tegnap. Ebben nem értek egyet önnel. Az ÁFA, illetve az adókedvezmény tekintetében szeretnék az ön hozzászólásához illeszkedni. Az az igazság, hogy ezzel az eszközzel én nagyon óvatosan bánnék. Itt a Magyar Országgyűlésben annak idején mi a legnagyobb jó szándékkal vezéreltetve áfamentessé tettük a gyerekpelenkákat. A gyerekpelenkák ára lényegében nem változott. Ezt követően visszavezettük az áfát, a gyerekpelenkák ára lényegében ismét nem változott, és hogyha visszaemlékszik a rossz szájész maga után hagyó áfa kommandókra, amit szocialista képviselők igyekeztek létrehozni, hogy az 5%-os áfa csökkentést, amit aztán később visszaemeltek, azt ne engedjék, hogy a forgalmazók, nem a kereskedők forgalmazók lényegében lenyeljék. Ugye ott a piac szabálya működik, és a piac árszabályozó szabálya működik, és ha a kereskedő megteheti, akkor ezt megteszi, és tulajdonképpen ennyivel növeli az ő használt marzsát. Létezik egyébként olyan megoldás, amely valóban adókedvezmény, de az szigorúan a termelő, és nem az általános forgalmi adó területén. Meg vagyok róla győződve. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy kiegészüljön majd, amikor egy kicsit szabadabban létezik az ország anyagi szempontból, hogy ez kiegészüljön ez a rendszer azzal, hogy valóban más területen adó, vagy akár valamilyen fajta szubvencióval segítsük azokat, akik egészséges élelmiszereket akarnak itthon Magyarországon, magyarországi fogyasztásra előállítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 percre Seirin Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Ángyál József államtitkár úrnak reagálnék csak nagyon röviden.
Én semmiképpen sem kérdőjelezném meg az ön jó szándékát. Ugyanakkor a kormány egészének az eddigi működése az nem sok alapot ad arra, hogy teljes egészében megnyugtatónak tartjuk azt, hogy nincsen egyértelműen összeköttetésben ez az új adó a kiadási oldallal. És hát éppen most vitáztunk egy pár perccel ezelőtt a költségvetési törvénynek a módosításáról. Én azt gondolom, hogyha egy világos lépéssel egy új, akár egy új elemet vennének be, vagy valamelyik már létező költségvetési fejezetet vagy alfejezetet megemelnének egy adott összeggel hivatkozva erre az új adónemre, akkor azt gondolom, hogy egyértelművé válna az összeköttetés a kiadási és a bevételi oldalnal, és ezzel egyértelművé válna, hogy ennek az adónak a célja az népegészségügyi, egészség megőrzési vagy megelőzési célokat használ. Ez szerintem egy üdvös és előremutató lépés lenne, és egyben a jó szándéknak egyfajta intézményes garanciáját is adná. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem, Kovács József képviselő urat kíván-e most válaszolni, reagálni az elhangzottakra? Igen, önni a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Mint előterjesztő, a tegnapi napon az általános vitában Font Sándor bizottsági elnöktársam, ma pedig én szeretnék nagyon-nagyon röviden, egy-két gondolatban az itt elhangzottakra reflektálni. Közösen nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot, és egyetlen mondatot sem szeretnék abból megismerni, ami az általános vitában kibontva részleteiben elhangzott. A bizottsági munka meglehetősen aktív volt, 5 bizottság kérte ki ezt a törvényjavaslatot, és mind az 5 bizottság, 2 bizottsági ülésen már túl van, és a kapcsolódó módosító indítványok tárgyalására holnap kerül sor. Ezt szeretném mondani a módosító indítványokkal kapcsolatosan, hogy a szakmai bizottságok a maguk korrektségét azzal próbálták a bizottsági munkában bizonyítani, hogy egy LMP-s és 2 jobbikos javaslat esetében az előterjesztők távollétében megfogalmaztuk üzenetünket a kapcsolódó módosító indítványok elkészítésének lehetőségét illetően, amit természetesen hát mi nem nyújthatunk nyilvánvalóan be. Én nagyon remélem, hogy ezek benyújtásra kerültek. És a kétkedő képviselőtársaknak szeretném mondani, hogy az Egészségügyi Bizottság a termékadóról, népegészségügyi termékadóról szóló törvényhez egy bizottsági állásfoglalást készített, amely szintén házszabályszerű, és eljuttattuk mindhárom tárcához, éppen annak érdekében, hogy mindenképpen kérnénk, hogy egészségügyi, közvetetten népegészségügyi célokat próbáljon ez a bevétel mindenképpen szolgálni. A módosító indítványokról általában annyit szeretnék mondani, hogy kormánypárti oldalról inkább kicsit puhító jellegűek, vagy kicsit könnyebbítő jellegű módosító indítványok jöttek, ezt szakmailag próbáltuk mindenképpen értékelni. Ebben az esetben a kakaó tartalmat, illetve ennyi szakmaiság engedtessék meg nekem, a fehér vagy a barna színű kakaó, vagy éppen csokoládé vonatkozásában az édesség tartalma ugyanannyi, tehát nem releváns ilyen értelemben a színe a adott esetben a cukortartalom szempontjából. Ezt nem én mondom, ezt szakemberek mondták. Tehát ennek megfelelően igyekeztünk az egyébként szerintem nem túl bonyolult szövegezésű, mindösszesen szűk 10 oldalban összeállított törvényjavaslat eredeti szövegéhez alkalmazkodni, nem makacságból, nem fennhéjázásból, hanem kifejezetten szakmai indokok kapcsán és alapján. A módosító javaslatokból, ahol pontosítás volt, 2, nevezetesen a 12 és 13. módosító javaslatot támogatásra
ítéltük alkalmasnak. Az ellenzék részéről, az ellenzéki képviselőtársak és bizottsági társak részéről inkább a törvény javaslatnak a szigorítása szerepelt több esetben. Úgy gondoltuk, hogy a szigorításnak sem lenne, miután államtitkár is jelezte, hogy itt elindultunk egy úton, hogy azonnal a szigorításnak valamilyen markánsabb formája jelenjen meg. Mi úgy gondoltuk, hogy ez egy, ha úgy tetszik, mindenképpen induló, és itt Göndör képviselőtársammal részben egy félmondatban vitába szeretnék szállni, nem az adóbevétel és nem a pénzbevétel szempontját mindenképpen priméren szem előtt tartó, hanem igenis korábban volt már más egészségügyi tárgyú törvény, ahol próbáljuk a lakosságnak a figyelmét ilyen irányba terelni. Képviselőtársam, ha megtetszik engedni, önöknek volt egy olyan miniszterelnöke, jelesül, és akinek van is felesége, és én nagyon jó egészséget kívánok nekik szempontból, aki igenis ezzel a kérdéssel foglalkozott egyébként aktívan, és önök abban az időben nem tették meg azt, hogy bejelentsék ezt a, vagy tegyenek ilyen törvényjavaslatot, mert ha úgy tetszik, én úgy gondolom, hogy ezt semmiképpen nem helyes egy népegészségügyi programot és problémakört, nem megismételve a kérdéseket, politikai síkra keverni, és mindenféle dologgal összekeverni, mindent mindennel magyarázkodásképpen össze-vissza keverni, amire egyébként az éjszaka bőségesen volt lehetőségünk ennek az élvezetére. Én úgy gondolom, hogy tisztán maradjunk meg abban, hogy ez népegészségügyi, reméljük ilyen célokat szolgáló termékadó lesz, aminek természetesen lesznek olyanok, akiket ez érinteni fog, de mindenképpen olyanok ebben a pillanatban a mutatók, amelyeknek valahol a hozadéka meg kell, hogy legyen. A skandináv országok is elindultak valamikor egy úton, ugyanott tartottak, ahol mi ma tartunk egyébként, és eljutottak valahová, és akkor nem kell az egészségbiztosításnak, teljesen mindegy, hogy magán vagy állami biztosítói rendszerben olyan abnormális, enormis méretű összegeket a betegek gyógyítására fordítani, és én úgy gondolom, hogy akkor, amikor ez gyerekeket érint, ma már elhangzott, és olyan mértékben egészségtelen a magyar lakosság táplálkozási szokása és sok mindenféle egyéb szokása, amelyben ez legalább egy figyelemfelkeltéssel mindenképpen felér, és én nagyon remélem, hogy ennek a pozitív hatása. Egyébként teljesen természetes, hogy minden esetben a halasztása, a kiérlelése, minél későbbi bevezetése, én úgy gondolom, hogy ezt nem az adott időpontban kellene bevezetni, hanem akár már sokkal korábban be kellett volna vezetni, ez egy olyan horderejű kérdés. Igen, valóban ezeket a törvényi rendelkezéseket meg kell hozni, nincs idő, mert nem azért nincs idő, mert ebben nem akut halálozás és nem akut probléma következik be, én ezt nagyon jól tudom, de mindenképpen, ha egy nappal előbb tudunk lépni ebben a kérdésben, előbb tudjuk felhívni valakinek a figyelmét, az hát, ha a holnapi napon már erre odafigyel. És tulajdonképpen úgy gondolom, hogy ami tegnap elhangzott, azt még egyszer alá szeretném húzni, hogy igen, ez akárha úgy tetszik a magyar egészséges termékek, élelmiszer termékek fogyasztására is felhívja a figyelmet, ha úgy tetszik, egy alternatívát kínál azzal szemben, ami ellen önök nagyon gyakran a multinacionális láncok ellen küzdenek és küzdködnek a politizálásokat tekintetben, amivel én személyesen egyetértek. Mi ezt nagyon jó szándékkal terjesztettük be, és én kérném mindenkinek a támogatását ennél a törvényjavaslatnál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kovács képviselő úr. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, a mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Napirend utáni felszólalásra senki sem jelentkezett. Tisztelt Országgyűlés, megköszönöm munkájukat. Holnap reggel 9 órakor folytatjuk az Országgyűlés ülését. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Az ülésbe zárom.